Köszönjük a matematika tanulását segítő európai program a MathBridge világában. A MathBridge programban vezető európai egyetemek által kifejlesztett anyagok segítenek megtalálni és megszüntetni matematika tudásának gyenge pontjait. Ez a videó egy rövid áttekintést ad a rendszerről. A dashboard a MathBridge kezelő felülete. Innen érheti el a rendszer különböző elemeit. A baloldali tips sáv az elinduláshoz szükséges tippeket tartalmaz. A címsorban található kettős nyíra kattintva be is csukhatja, ha már nincs rá szüksége. A jobb felső sarokban található kulcsikonra kattintva bejelentkezhet vagy kiléphet. Az interaktív feladatok és több más funkció is csak akkor aktív, ha be van jelentkezve. A regisztrálás egyszerű és ingyenes. A lap jobb oldalán az aktuális kezelőfelületet találja, amely tartalmazza az ön számára elérhető tananyagokat és a tudását felmérő teszteket. Nézzünk bele egy tananyagba. A lap három részre tagolódik. A bal oldalon látja a tartalomjegyzéket, amely segít eligazodni a tananyagban. Ha egy fejezetre rákattint, akkor az kinyílik. Ha ezen belül egy oldalra kattint, akkor ez az oldal megjelenik a középső sávban. A kék mező mutatja, hogy melyik az aktív oldal. Az oldalak alapegységei az itemek, azaz definíciók, példák, tételek, stb. Ha egy itemre rákattint, akkor a jobb oldali sávban megjelenik a rá vonatkozó részletes információ. Ezek is három részből állnak. Az első rész megmutatja, hogy milyen nyelven érhető el az adott item, és lehetővé teszi, hogy átváltson másik nyelvre. A social menüpont megmutatja, hogy van-e például a szerzőre vonatkozó információ. Tudathatja velünk, hogy hasznos volt az item, vagy nem, kereshet, vagy írhat a többi felhasználó számára is elérhető megjegyzéseket. Írhat személyes megjegyzéseket is az itemhez. A Tools, eszközök menüpont függvényábrázolót tartalmaz, amelyet függvények szemléltetésére használhat. A MathBridge a gyakorlás az interaktív feladatokat kínál. Ezek olyan speciális tananyagegységek, amelyeket a Start Exercise, a feladat indítása gombbal indíthat el. Ha erre a gombra kattint, akkor a lap közepén megjelenik a feladat. Itt dolgozhat a megoldáson és beviheti az eredményt. A MathBridge kiértékeli a megoldást és ennek megfelelő visszajelzést ad. Ha nehézségei támadnak a feladat megoldása közben, akkor a Hint, megoldási útmutató gombra kattintva segítséget kérhet, vagy visszatérhet a tananyaghoz valamilyen információt. A feladat megoldás befejezésekor bezárhatja a lapot és továbbolvashatja a tananyagot. A MathBridge feladat típusai változatosak, van például feleletválasztós, legördelő menős és kitöltendő mezőket tartalmazó teszt.